tudod, mekkora izéket szoktam írni. Igen. Forgatok. Jó, nem baj. Hát semmit, ez lesz egy ilyen laza podcast. Persze, ez most ilyen laza podcast. Úgyhogy már be is köszöntünk. Na, be is köszöntünk? Persze, hadd menjen. Jó, zsír, na, hát akkor hivatalosan is köszöntök mindenkit. Ez itt a TNG Podcast harmadik évadának hetedik. Te engem kérdezel, én nem tudom. Hetedik rész. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Harmadik évad hetedik epizódjában nagy szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót és nézőt, mert most ez megint egy különleges speciál, karlovivari speciál adás. Mit láthatjátok? Láthattok minket. Igen, szóval csak mindig a évvégi top 10-es adásban szokott kép lenni. Hát most is így készültünk, úgyhogy igen, itt vagyunk Karlovivariban. A videó már kiment, a Karlovivari videó. Oda kattintsatok, és meg tudjátok nézni magát a videót. De most igen, most egy ilyen podcastet is így gyorsan felveszünk, ha már itt kint vagyunk, és igen, a háttérben pedig a fesztivál fő termál hotel fő központi helyével. És hát itt van velem, kedves barátom és műsorvezetőtársam, Bocska József. Sziasztok! Halló, halló! Köszönöm a meghívást, köszönöm, hogy eljöttél ide, 1000 kilométerre. Köszönöm én is a meghívást. Rá tudjuk ezt az anyagot venni. Nagyon jó itt lenni. Kellemes az idő. Szép a város. Úgyhogy minden adott. Igen, úgyhogy ezt most egy kis laza adásnak terveztük. Nem lesz egy központi film, mint amúgy szokott lenni, vagy filmek, hanem inkább a aktuális helyzetekről, a Karlovivariba tapasztalt élményeinkről, a mozi helyzetéről, a saját tapasztalatokról fogunk kicsit dumálgatni. Melyik mozinak a helyzetéről? Hát ugye a világ. A világ moziainak helyzetéről? A Cinema City helyzetéről. Mi a? Mert annak azzal mi van? Semmi, csak hogy... Ja, hát pont, hogy arról mi a faszlánk beszélünk. Hát jó. Na mindegy, szóval kötetlen adás, de megpróbálok azért valami ívet belerakni, aztán majd megy össze, én vagy nem. Ez a körhugyozás. Hát szóval igen, nem volt még így szabadba podcast. Se Karlovivariba, se Csehországba, nem. Se filmfesztiválon. Se külföldön. Se külföldön. Hát ez... Ez nehéz se, lesz. Se ideálni. Ilyen alacsony állványbeállításokkal. Ez borzalmas, de most nem az a lényeg, hanem hogy kijöttünk ide, igazából az én ötletem volt, hogy milyen jó fasza lenne kijönni egyszer ide, és ez egy 8 napos filmfesztivál, hát nem voltunk azért végig, csak 3-4 napot utazással együtt, úgyhogy megnéztük, hogy milyen filmeket adnak, mi a versenyfelhozata, és hát szerintem mind a kettőnk nevében mondhatom, hogyha meglepődtünk azért kicsit, mert nem. Hát nem a legismertebb mainstream filmek vannak. Nem, egyáltalán nem. Szerintem a 99%-át az emberek nem ismerik. Nem. Azoknak a filmeknek, amik a füzetben vannak. Hát nem. Ezek nem azok a filmek, amiket otthon a moziba megtalálnátok, vagy a mozinak a palettáján. De ettől függetlenül az egyet-kettőt így azért vágtam. A tegnap interjúnál a srác mondta, hogy ő a Pókembert azt megnézte itt. Ja, igen. Nem tudom, hogy hol. A Halálos Iramban. Halálos Iramban. Na most azok itt nincsenek. De mondjuk helyette van mondjuk egy japán rendező 60-as évekbeli filmjeiből. Fekete-fehéren. Iráni filmekből van egy csomó. És hát nyilván sok helyi és a környékbeli országokból is. Tehát cseh, szlovák, svéd filmek, szóval csomó magyar. Ilyen, igen, magyar film is, így van, arról majd külön arról fogunk beszélni. Úgyhogy inkább ezek ilyen csemegék, mondhatnánk, hogy művészfilmek, de nem feltétlenül olyan nagyon olyan fogyaszthatatlan témákat boncolgatnak, hanem tök aktuális kérdéseket, könnyű, nem olyan nehéz ezeket a filmeket befogadni. Ha az ember egy kicsit túlteszi magát, hogy ja, lehet, hogy olyan nyelven van a film, amit soha az életében nem hallott, de szerencsére a legtöbb vetítésen, legalábbis ahol mi voltunk, ott amikor nem cseh nyelvű film van, filmet vetítenek, akkor van rajta cseh és angol felirat is, úgyhogy hát
nagyon biztos van olyan, hogy nyilván egyiken se tudsz, szóval nem tudod az adott nyelvet, nem tudsz se csehül, se angolul, de mégis itt vagy. De akkor minek jössz? Hát de most tudsz németül, meg oroszul. Ja, és szerinted van olyan film, ami például németek csinálták, és akkor a német a szinkron, és akkor reménykedsz, hogy... Mert a magyar filmet is magyar szinkronnal nyomták. Hát igen, igen, tehát igen, például egy magyar film volt most itt kint, és akkor az cseh és angol felirattal vetítették, de hogyha véletlenül mondjuk csak németül meg oroszul tudsz, de beülnél erre, hogy hát biztos lesz valami felirat. Jó, de hát nem várhatja minden nemzet szülötte, hogy a hát saját... Hát nyilván nem lehet 100 felirattal vetíteni egy filmet, hát kettő is ritka, vagy én még nem láttam ilyet, de... Kéne, mint a snooker közvetítéseken van ilyen kis kommentátor, fülbevaló cucc. Nem, mint az ilyen sajtókonferenciákon, meg az Európai Parlamentben. Amiben hogy... fordítanak neked. Isten, ja. Fordítanak. Ja. És akkor minden széken lenne egy ilyen a moziterembe? Mert potenciálisan... Hát amúgy. Most akkor kiválasztod, hogy melyik kommentát akarod hallgatni. Hát, az angolt, a németet? Figyelj, azért nem sok viszonyítási alapon van filmfesztiválokból, de itt ezért eléggé, tehát ez európai szintű. Jó, persze, hogyha a filmfesztiválok, akkor mindenki Cannes, meg Berlin, meg Velence, meg ilyeneket, és Karlovy nem feltétlenül legelső, de mondjuk a mi régiónkban ez itt a legnagyobb. Tehát ebben csak azt tudom kihozni, hogy amúgy itt költenek azért dolgokra, szóval, ja, szóval eléggé nívós, nagy partnerekkel, szponzorokkal, konkrétan egy kisebb BMW kiállítás van a backstage-nél, a városban fesztiválbuszok járnak ingyenesen, és megadják a módját neki. De ettől függetlenül azt mégsem gondolnám, hogy minden széken ott lenne a fordító. Mert én amúgy simán kinézném, mert egyébként nagyon jól meg van szervezve. Igen. Tehát, hogy bárhova mész, mindenhol látsz egy kis... nem tudom, tehát nem feltétlenül ezen a részen, hanem mondjuk egy kicsit távolabb mész a dolgoktól, mindenhol van egy kis felirat, egy kis plakát, egy kis nem tudom mi, tehát hogy most ezt nem a szervezésre mondom, hanem hogy egybe van az egész, jól meg van csinálva. Teljes mértékben, szóval ja, hogyha kiírások meg feliratokat nézzük, legalább ilyen 4 nyelven szoktak általában kiírva lenni a dolgok. Igen. Úgyhogy tényleg turistabarát, de ez nyilván, hogy ez a városnak ez fontos, szóval erre tudatosan rágyúrtak. És ja, tehát az infrastruktúra is tök jó a városnak is. Egyrészt nem akkora nagyon nagy város, mint mondtuk. Be lehet járni amúgy szerintem egy ilyen jó óra alatt, így a központi részét, a lényegi részét. És de hanem magának a filmfesztiválnak is tök jó a szervezés, az infrastruktúrája. Egy csomó jegypénztár van, de tényleg nem az, hogy 5, szerintem nem tudom, 20-30. Annyi minimum. Tehát annyi helyen lehet jegyet váltani. Igen, a belépő. Igen. Annyi ember szolgál ki. Úgyhogy ha egy olyan filmre akar bejutni valaki, amire 40 elérhető jegy van, és egy órával előtte megnyitják a helyzét. Akkor valószínűleg egy-két percen belül. Akkor egy pillanat alatt elmegy az összes. Ja. És ez igaz az egyéb szolgáltatásokra is, szóval nyilván Csehország, szóval sör, van meg sör, meg sör, meg sör. Igen. Éttermek is konkrétan egyikből a másikban lehet esni, és hát az elmúlt pár napban egyszer se tapasztaltunk olyat, hogy nem tudom. Nem volt hely? Hát olyat, hogy nem volt hely. Egyáltalán nem. Ha esetleg valamire kellett várni, figyelj, szerintem ilyen 3 perc szeket álltunk sorba. Amúgy igen, tényleg, nem tehát, nagyon kellett várni sehol. Sörér is. Most csak például azért mondom, mert mondjuk, aki mondjuk már járt fesztiválokon. Ja, igen. Egy volt fesztivál, én mondjuk még Szigeten nem voltam, de mondjuk az elég nagy, de akár egy debreceni kampusznál is van ugyanaz az, hogy... Ugyanaz mind. Hogy a koncert közepén mondjuk ki akarsz menni egy sörér, akkor az mire visszajössz, már vége a koncert. Á, halál. Tehát ez semmi esélyed nincs. Nem, és fél órát áll sorba. Igen, úgyhogy és ahhoz képest... Konkrétan ennek az épületnek, ami itt van mögöttünk, ennek az oldalában van egy, hát nem csak az oldalában, hanem itt egyéb részeken, és ott egy kurva nagy pilsner sátor. Tehát, hogy nagyon meg van csinálva ilyen fesztiválosra. Tehát tegnap este itt olyan bulik voltak, meg annyi ember,
És sorba álltunk, itt volt egy kis bódé. Hát álltak előttünk azért jó sokan, szerintem, vagy 10-15-en biztos. Nem annyira halásokan, de egy, szerintem két perc alatt ott voltunk. Sör, adja, fizetsz, mész tovább. Tehát, őnek vannak nyilván olyan aspektusa, hogy nem az van, hogy oda mész, és akkor hát, mit is kérjek, ja, százféle íze ital, hanem tehát van, nem tudom, sör, és akkor kész. Egyébként jó igen, tuzás, de... nem kezdenek szarakodni azzal, hogy a nyolcféle hozzávalóból a koktélt neked összerántják egy nettó 5 perc alatt. Tehát, hogy sör kicsapolja. Vannak ilyen koktélozók is, azok itt engedik külön, és akkor aki azt akar, az úgy csapolja ki a sört, hogy a fele sör, fele hab, oda bassza eléd, vársz. De mire odaér a szádhoz. De mire igen, vársz 2 percet, az helyre rakja magát, aztán annyi. Szóval pörögnek nagyon egyébként. Meg kedvesek, tehát igazából így ebből a szempontból itt nincs ilyen gond. Teljesen mindenki. Hát én nem is tudom, hogy találkoztunk olyannal, aki például nem tud angolul, legalább ilyen alapszinten, hogy meg valamit akarsz venni, vagy ilyesmi, úgyhogy... Egyébként még a szállásadónk sem tud angolul, de mégis elmondta, hogy mi van, tök érthetően... Hát az alapokat. Aki azt mondja, hogy nem tud, még az is tud annyira, hogy meg lehet vele értetni magad. Így van. És egyébként meglepően sokan nagyon jól beszélnek angolul. Ez a nemzetközi feeling, az nagyon érződik. Úgy full random emberekhez, akikhez oda mentünk, akár csak kérdezni valamit, mi merre van, vagy bármi. Hát szerintem egyszer volt talán, de szerintem egyszer se, hogy egyáltalán ne tudjon angolul. Ja, na nagyon, nyomják. De és még az idősebbek is, amint akik ilyen helyi lakosok, tehát akikből így azt néznéd ki, hogy amúgy ő már így nem, meg eddig se nagyon, meg amúgy se, még ő is nyomja az angolt. Teljes mértékben. És igen, ez tegnap csapódott le, hogy amúgy a fesztivált kísérő programok közül, amit már említettél egy párat, abban is tök sok van, és sokféle, úgyhogy tényleg hagyományos este DJ diszkó bulikától kezdve egy csomó más esemény van, napközben ilyen kerekasztal beszélgetések, nyilván most azoknak egy javarésze cseh nyelven megy, de ez a viszont pontunkból probléma csak, betélkedők, filmkűz is volt, bár pont nem mentünk, de olvastam. Úgyhogy van egy csomó ilyesmi, és az volt a meglepő, hogy egy csomóan, abból hatalmas mintából, akivel beszélgettünk, többen is mondták, hogy hát amúgy konkrétan a filmekre be sem mentek, nem a filmekért jöttek, hanem a buli, meg jól érezni magukat, meg a fesztivál hangulatért. Igen, egyébként. Meg amikor taxisztunk, a szálláshoz először, akkor a sofőr Chelsea az mondta, hogy ugyanaz, tehát itt az év többi részén nagyon nincs ilyen, semmi, és akkor erre az egy hétre, vagy másfél hétre az öregek dinnyögnek, hogy a fesztivál, mindenki a fesztivál, de ez lemegy, és akkor amúgy semmi. Amit egyébként nehezen hiszek, mert olyan sétáló utak vannak a folyó mentén, hogy dugig van ilyen étteremmel, ilyen kiülős bárokkal, tehát rengeteg minden van, és hogyha itt ez a fesztivál nem lenne, akkor olyan hihetetlen, hogy van egyáltalán annyi ember ebbe a városba, hogy azokat a helyeket megtöltse. Szóval biztos, hogy az év többi részében sem ilyen lapos kis uncsi város. Ja, hát persze azt nyilván nem tudjuk, de ja, eléggé jó felkészülnek erre a hétre, hogyha ez ilyen peak, ilyen kiemelkedő turista látogatottságban minden esetre. Van, meg nagyon sokféle turista van. Jó, persze. Nagyon sok az orosz is, de Ázsia is, nyilván ők mindenhol ott vannak. Ezen a fesztiválon nyilván nem a legújabb Pókembert vagy Halálos Ibramba filmet fogják az emberek megnézni,
hanem egy kisebb, költségvetésű, akár független, de mindenféleképpen a nemzetközi filmeket preferálják itt. Úgyhogy többek közt volt szerencsém megnézni Bánóc Kibor és Szabó Sarolta rendezésében a Műanyag ég volt című magyar sci-fi animációs filmet, ami hát így önmagában is ilyen kuriózum, mert nem túl sok magyar sci-fit készítenek, főleg nem animációsat. Úgyhogy, és itt voltak a rendezők is, úgyhogy a vetítések után volt lehetőség ilyen közönségbeszélgetésre átdumálgatni a filmet. Úgyhogy ja, ez is tök jó, hogy sikerült úgymond reprezentálnia magát Magyarországnak is, ha még csak egy filmem is, de ugye, igen, a Műanyag ég volt, az itt volt, és ez ajánlom amúgy mindenkinek megnézés, aki szereti a sci-fi témát, meg az ilyen, hát, ja, ilyen apokaliptikus jövőkép. Picit még spoilermentesen a sztoriról, 2100 valahányban járunk, és az emberiség javarésze kipusztult, és Magyarországon járunk, ez is amit tök ilyen fura volt. Budapest és Miskolc, meg a Balaton, mint helyszínek tűnnek fel, és Budapest is egy ilyen különleges, hatalmas, egy ilyen nagy búra, egy üvegbúra alatt létezik, és amiben van a búrába, ott normális az élet viszonylag, és dolgoznak, az emberek el vannak, de azon kívül konkrétan minden ilyen elsivatagosodott, lepusztult, az autópályákból alig maradtak meg dolgok, és hát nyilván egy csomó budapesti nevezetességet is lehetett látni a filmben, már kicsit átalakítva, és igen, a sztorinak pedig igen, a fő vonala az, hogy az emberiség hát így erre nem tér ki a film, hogy pontosan hogy is alakult ki ez a katasztrófa, de innentől kezdve úgy élnek, azzal a tudata, az erről mindenki tud, hogy 50 éves korodba beültetnek egy magot, és a testedbe. Igen, az emberek a testébe, és egy folyamat végén fa leszel, és ezzel tudsz visszacsatolni a társadalomra, mint oxigén, meg mint élelmiszer is. Szóval amúgy, hogyha így nézed, ilyen kannibalizmus vonala is van a dolognak. Szóval mindenféleképpen érdekes film, ha van lehetőségetek, nézzétek meg. És nagyon különleges animációval készült szerintem. Igen, egy csomó. Nem tudom amúgy pontosan, azt utána majd megnézem, hogy motion capture-t is használtak benne. Szerintem biztos, mert a színészeknek a tényleg az arcait, a mimikáját, azt mindent. Ahogy beszélnek, látszik, ahogy artikulálnak ugyanaz a... Tehát le lehet olvasni majd, hogy nem a szavakat az animációs... Hogyha valakinek megvan 2000, nem tudom hányból a Kamera által homályosan című film, Keanu Reeves is többek között szerepel benne, az is ilyen smi volt, vagy azon legközelebb. Felvették az egészet, leforgatták rendesen kamerákkal, aha, de az egészre egy ilyen nagyon erős animációs valami szűrőt így rátettek. Szerintem. Úgyhogy, ja, ha a magyar film, akkor a Műanyag ég volt ott. Ezen kívül, hát sajnos nem tudtunk annyi filmet megnézni, mint amit szerettünk volna. Nem volt már rá jegy, de még a mai nap folyamán még legalább két filmet tervezünk megnézni. Igen. Tök jó, hogy ez skifitből is volt több is, és sajnos pont azokat nem tudtuk amúgy megnézni, amiket így beírogattam, de... Volt még kettő, amit nagyon szívesen megnéztünk volna, azok is hát hasonló látom, téma. Mert ezeket látom, hogy ide bevágom, hogy a Restore Point, meg a Snake Gas, meg a Brutal Heat, uh-huh. Ezek nyilván angol címek, nem... mindegyiknek van eredeti címe is. De, hogyha valaki az ilyen különlegességekre is, hát különlegességek, vagy legalábbis a fesztivál főcsapás irányától a kicsit eltérő dolgok, Bruce Lee filmet is vetítettek az egyik éjféli vetítéskor, a Way of the Dragon-t, a Sárkány útját, ha jól tudom. 50 éves évfordulója volt, azt hiszem most 50 év alatt, meg Bruce Lee, vagy olyan ilyesmi volt az aktualitásra. Úgyhogy még egy Bruce Lee filmet is el lehet kapni, hogyha úgy van. Igen. Sok régebbi film van. Persze. Amik ilyen, hát
Nem is annyira, de filmtörténeti szempontból van azért valamennyi jelentőségük, és akkor ezeket így, hát olyan, mint amikor a mozik újraadnak egy-egy régebbi filmet lényegében. Igen. Na figyelj, Jossi, akkor felteszem a fő kérdést, hogy a művészfilmek, mint olyan úgy általánosságban, meg mondjuk szembetenni őket a mainstream közönségfilmekkel, amit szoktál lenézni, és ha nem, miért nem, és mi a véleményed Tarbél a sátán tangójára? Mert azt tudom, hogy azt láttad. Azt igen, az megvolt. Nem szoktam művészfilmeket nézni, mert én nem vagyok egy művészlélek, és számomra egy kicsit unalmasak ezek. Nem kötnek le. Unalmasak? Nem tudom élvezni őket annyira. Túl, hát most mondanám azt, hogy ilyen komfortzónán kívüli, aha, amivel alapjáraton nincsen baj, csak ez nem az a része a dolgoknak, ami engem érdekel. Tehát, hogy van olyan film, ami szintén komfortzónán kívüli, de az jó, mert mondjuk olyan a téma, hogy hát ami engem érdekel. Viszont én akárhányszor megnézek egy ilyen művészfilmet, művészfilmnek nevezhető filmet, aha, most mint például legyen mondjuk a Sátán tangó, tehát hogy semmi érdekes amúgy nem volt benne lényegében. Most nem azért, mert egy jelenet 5 percig tartott és semmi nem történt benne. Hát, tehát nem, most nem arról a részéről beszélek, hogy az volt unalmas, hanem amikor történt is valami a filmben, az is unalmas volt. Jó, de most a Sátán tangó, nyilván, hogyha művészfilmekről elkezdenek beszélgetni az emberek, akkor a Sátán tangó az akaratlanul úgyis feljön, aha, egy ponton. De hogy azt csak azért nem érzem felre, mert tényleg egy extremitás eléggé, tehát a 7,5 órás játék idejével, tehát hogy azért ennél nyilván vannak rövidebb művészfilmek is. Igen, tudom, csak mondom, hogy most vonatkoztassunk el attól, hogy olyan hosszú. Tehát, hogy ha nem nézzük ezt a részét, akkor is. Jó, figyelj, igen, nyilván értem, amit mondasz, és én sem azt mondom, hogy végignézem, hogy egy évben hány filmet, vagy milyen filmeket néztem, nem lesz többségben a művészfilm, sőt. Tehát, hogy az a néhány, ami tényleg átlépi az inger küszöböt, vagy annyira érdekel, vagy mit tudom én, valaki olyan rendező, hogy csinált valamit, vagy szerepel benne valaki, nagy színész, akkor azért megnézem, de alapból azért fontosak szerintem, mert ugye itt, vagy ez az a kategória, ahol lehet kísérletezni, új irányokat, új stílusokat megnézni, ja, hát igen, hogy arra a szakma, meg mondjuk a közönség hogy reagál, milyen visszajelzések jönnek, és ezekből ki tudnak alakulni esetleg új irányvonalak, vagy új stílusok, és akkor azokat egy kicsit még egyszer valaki ezt feldolgozza, picit átgyúrják, egy picit könnyebben fogyaszthatóvá teszik, és akár pár évvel később lehet, hogy egy sokkal szélesebb közönséget is egy témában lehet. Így, hogyha csinálsz egy filmet, amire azt mondják, hogy szar, akkor megmondhatod, hogy hát ez művészfilm, ezt nem érti mindenki. Nem értitek, de olyan fura, velem is pont ez valami, kis filmeket eddig csináltunk, senki nem nézi meg, és nem... Azért, mert nem értik. Na, köszönöm. Mert ez nem úgy van. Ezt nem lehet elmondani. Ezt vagy érted, vagy nem. Vagy fel tudod venni, vagy nem. Az ilyen teljesen ilyen, az ilyen köldöknézésbe átmenő, nagyon filozofálgatós, elvont cuccokat, nehéz megemészteni, mert tényleg azt nem úgy ülsz rá, hogy jó, csak berakok valami randomat, azt akkor jó lesz. Ja, igen. Hanem azt úgy... Fekerre készül. Megint Sátán tangó, hogy arra felkészül az ember. Ja. Nem fogja csak úgy megnézni ezt a filmet. Ja, igen. Hanem arra úgy felkészülsz, és akkor utána... De olyan szempontból amúgy meg jó, mert hogy olyan hatás tud generálni rá, amíg tényleg film megnézése után is veled marad. Ez persze nem csak a filmművész filmek okozhatnak ilyet. Na azok a jók, amiket még napokig is gondolkozol, vagy eszedbe, nem azt mondom, hogy folyamatosan, csak hogy még mély depresszióba zuhansz.
Hát ez is egy hatás, is egy hatás amit kifejt, igen. Hát vannak ilyen filmek is, amiket... Inkább ez a jellemző egyébként, nem? Hát... Mert most egy ilyen szerelmes, romantikus film végén mondjuk lehet, hogy oké, bőgsz, meg hogy jaj, de gyönyörű, uh-huh. És akkor még úgy egy fél óráig el vagy a gondolattal, hogy jaj, milyen király volt. Na. De aztán lehet, hogy az annyi is. Tehát az úgy tovább nem nagyon tart. Uh-huh. Szerintem inkább ezek a mélyebb dolgok, amik tényleg vannak olyan filmek, amiktől tud depressziós lenni az ember, az azért egy kicsit talán tovább is elhúzódhat, mint... Igen, vannak azért olyan filmek, amiket mondjuk például én, hogy egyszer néztem meg, és soha többet, de nem azért, mert rossz, sőt, kurva jó film, csak egyszerűen, most Requiem egy álomért színfilm, ezt egyszer láttam, és többet nem akarom látni ezt a filmet, de nem azért, tehát ajánlom mindenkinek egyszer nézze meg. De, ja. Hát, na igen, például, ja. Hát nincs ezzel a baj egyébként. Nyilván, ha nem tudja az ember, hogy mire számíthat nagy vonalakban, akkor nehéz ezeknek nekiülni. De lehet, hogy máskor meg pont az a jó, hogy egyáltalán nem tudod, hogy mi lesz, és úgy ér a meglepetés, uh-huh. hogy utána meg pont azért fogsz rajta agyalni, mert ó, hát én nem erre számítottál. Na és hogyha ezt a gondolatot viszik tovább, hogy egy adott film megnézése előtt te általában hogy szoktál hozzáállni, hogy minél kevesebb infó direkt, hogy nem akarok róla tudni, nem nézek előzetes, nem olvasok utána, elég, ha nem tudom, a rendezőt, meg mondjuk a film címét tudom, és direkt kerülöd, vagy a másik, hogy ja, megnézek minden hülyeséget, ami kijön hozzá, mert nagyon várom, meg szeretem azt a színészt, úgyhogy színfalak mögötti dolgok is jöhetnek, bármi, melyik az, ami... Hát ez változó nálam nagyon. A filmtől függ. Uh-huh. Hogyha egy olyan filmről beszélünk, amit nagyon várok, már régóta, akkor igazából itt is mind a kettő előfordult már. Tehát, hogy annyira vártam, hogy nem bírtam ki azt, hogy ne nézzek belőle egy előzetest, vagy olvassak egy ilyen spoilermentes kritikát, vagy bármi hasonló. Uh-huh. Viszont, hogyha tudom, hogy nem soká már jön a film, és nagyon érdekel, akkor viszont semmi, akkor próbálok semmit. Aha. De talán ez a ritkább amúgy. Hogyha olyan filmről van szó, ami úgy, hát megnézném, meg kíváncsi vagyok rá, de úgy nem minden áron, akkor arról azért megnézem a trailert, olvasok ezt-azt. Uh-huh. Tehát tényleg csak ami, egy kicsit ilyen speciális esetben van az, hogy semmi, tehát nulla uh-huh. infót előtte. Én is sokáig úgy voltam, hogy az ilyen kedvenc, vagy a képregényfilmek esetén, hogy tényleg inkább nem nézek semmit róla, uh-huh. és akkor minimális tudással beülni. Aha. De már mostanában inkább amúgy még specifikusabban nézek. Vannak ugye olyan előzetesek, és ez nyilván nem feltétlenül a filmnek biztosan lehet felrólni, hogy milyen az előzetese, ja. Meg sokszor nem is a rendező, azt általában úgy kiszervezik, tehát konkrétan egy külön cég csinálja az előzeteseket, a trailervágás, az egy külön szakma amúgy a nagy filmes szakmán belül, tehát nem is a film vágója, aki ugye ki van írva a filmre, hogy edited by, ja, igen. Nem is ő vágja a trailereket, ez tök más téma, és ezért, vagy ebből is lehetnek azok a problémák, hogy előzetes és előzetes között is akkora különbség lehet. Vannak olyanok, hogy egyszerűen azokat nem tudom megérteni, hogy konkrétan megnézed ezt a 2 percet, és végignézed a filmet, ja, hogy mindent belevágnak, lineárisan az összes történet csavar benne van, vagy hogyha nincs is benne, de kb. Lehet sejteni egy valószínűséggel, sőt a legalja, amikor konkrét halálokat is beleraknak, az ritka, de már láttunk olyanokat is, hogy tudod, hogy ez a karakter ott meg fog halni, aha. Vagy jó, lehet, hogy bont nem, és akkor úgy csavar, de szóval, na ezek azok a szarok, amikor ennek így... Nem lehet amúgy, hogy az az oka, hogy nem gondolják, hogy olyan túl nagy bevétele lesz a filmnek, és a trailert megpróbálják érdekesebbre csinálni, viszont ahhoz, hogy a trailert érdekesebbre csinálják, ahhoz olyan dolgokat kell lelőni, ami a filmben is már a top jelenet, uh-huh.
tettek közül az egyik mondjuk, vagy a nagy része. És akkor megnézed a filmet, és hát ez volt a trailerbe. Akkor ennyi a film, és hát ja. Nem tudom, hogy ez így van. Szerintem én azt merném gondolni, hogy meg lehet ezt a kettőt külön, hogy érdekesre, meg figyelemfelhívóra vágni, de mégse úgy, hogy mindent ellövünk. Biztos meg lehet. De azok, szóval azok borzalmasak, amikor tényleg végignézed, és úgy vagy vele, hogy bazzeg, láttam a filmet, láttam. Meg amikor nézed a trélert, és már 3/4-nél tart a tréler, és szinte tudod, hogy biztos, hogy ez lesz a filmnek a végén. Ez a jelenet, vagy ez a bármi. Tehát így vagy úgy, de össze tudod rakni a filmet, hogy miután mi fog következni, egy tréler alapján. Igen, és ennél azért szerintem ez egy kicsit, meg lehet ezt jobban is csinálni, és akkor itt akkor a másik példa is, hogy egyes rendezők, és akkor például Christopher Nolan, az ő előzetesei direkt mindig amúgy ilyen, hát ilyen spoilermentesnek tekinthetőek, azokban sosem ő kifejezetten erre figyel, és hát nyilván mivel úgymond nagy név, meg eléggé nagy a reputációja a szakmán belül. Szóval az ő előzeteseit, attól függetlenül rohadtul várom a filmeket, ugye most fog például pár hét múlva az Oppenheimer című film megjelenni, megnéztem az előzetesét, nyugodtan kattintottam rá, mert tudtam, hogy nem lesz elspoilerezve benne semmi. Jó, nyilván egyrészt lehet tudni, hogy most mi lesz a sztori. Okay, és teljesen olyan volt, nem éreztem azt, hogy ezt a filmet láttam már volna, aha, hogy ennyi elég volt, és tudom, hogy mi van, hanem csak így a hangulatát, abban egy kicsi kis izét, egy kis betekintést enged, hogy kb. Ez lesz a feelinget, hogyha nézed a filmet. Aha. Semmi konkrétum, sokszor alig vannak benne, párbeszédet, dialógusok, de minimális, hogy csak tényleg azt a keveset, hogy na, érdekeljen a film, azt így eléri. Már Christopher Nolan akkor kis átkötéssel, kicsit lóugrás, de úgy nagyjából, hogy ugye a streamingelés az elmúlt években ugye eléggé megjelent már mindenhol, tudjuk jól, meg is beszéltünk már erről, és hogy Nolan mellett ugye még Martin Scorsese-t lehetne most említeni, ugye aki hát eléggé nagy filmográfiával rendelkezik, ugye hát az öreg szerintem, nem tudom, 60 éve forgat filmeket. 60 éve iparos. Igen, és szóval a lényeg az, hogy ugye az elmúlt években elkezdett ugye a streamingnek úgymond filmeket csinálni, már az előző film és az Irishman, aha, az ugye Netflixen jelent meg, bár ment mozikba egy pár hétig, de ez azt hiszem, hogy csak ilyen technikai vonala volt, mert hogy az Oscar-díjon csak olyan film indulhat, igen, amit mozikba is bemutattak. És eredetileg már úgy volt, hogy azt a filmet, hát konkrétan senki nem akart annyi lóvét adni Scorsese-nek. Aha. És minden nagy stúdió elhajtotta őt, tényleg a legnagyobbak, meg dolgozott, meg hogyha Scorsese egy forgatókönyv, mert megy hozzád, nem az első, hogy takarodj innen. Yeah. Na de mindegy, ez volt, hogy nem, mert ő ragaszkodott hozzá, hogy három vagy több mint 3 órás a film, és abból nem is engedett, a végső vágás is annyi, stb. Úgyhogy Netflix volt, aki azt mondta, hogy figyelj, Martin, gyere, csináld, itt a pénz, talicskával hozzuk, ezt azt mondja, hogy takarsz. Úgyhogy ezért, de az akadémiai, az Oscar-díj miatt mégis bekerült a mozikba is egy rövid ideig. És most az... Nyert amúgy valamit? Az Irishman. Ez meg azt mondtam. Tehát, hogy megérte. Megérte mozikba vinni. Albi? Gondolkozok, hagyjál már. Teljesen mindegy, de nem ez a lényeg. Hanem, hogy a kövi filmje, ami most októberben jön majd ki, a Killers of the Flower Moon, ami megint ilyen utolsó neve nincs színészekkel, Robert De Niro, meg Leonardo DiCaprio-val forgat ismét Scorsese, és ezt hát most meg az Apple szponzorálta, az meg Apple film. Apple TV-n lesz. Aha. Szóval csak nem azt akarom mondani, hogy ez egy hatalmas egy tendencia, de most két egymás utáni film is, úgymond streaming, nem az, hogy hát, arra jön ki, meg ők szponzorálják az öregnek a filmjét, úgyhogy és ugye, hogyha még azt is hozzávesszük, és utána befejezem monológot,
ideje. Azt is hozzávesszük, hogy ugye Scorsese-nek tavaly, vagy mostanában voltak ilyen interjúi és megnyilvánulásai, ahol például Marvel filmeket nem filmeknek, vagy valami így fogalmazott, nem tudom pontosan, hogy nem is filmek, hanem inkább olyan, mint hogyha egy ilyen vidámparki élmény utazás lenne. Aha. Szóval egy picit odapirít a nagy stúdióknak, a hagyományos nagy filmes stúdióknak, és ebben én egy kicsi kis izét érzek, kis savanyú izét, hogy Scorsese Illígy. Nem nagyon kapott mostanában pénzt az izéktől. Bezzeg a képregény filmek mennek, bezzeg az ő vizére nem adtak pénzt, és akkor jött izé a nagy oltogatások, hogy nem is film, de hát az is film, és akkor... Szóval, na, így ezek összességében így a streaminggel így... Aha. Milyen gondolataid vannak? Nagyon szeretem a streaminget. Van is otthon. Van streamingem. Van is. Mi is már streamingeltünk. Streamer is vagyok félig. Hát figyelj, nekem mindegy, hogy hol jön ki. Ha moziba, akkor moziba nézem, ha streamingen, akkor meg letöltöm. Nem. Hát reménykedek, hogy azon a streaming platformon jön ki, amit nekem is van. Aztán... Hát na az, hogy a 8 féle előfizetésedet kell, hogy vidd, és az a helyzet, most mi hol jelenik éppen meg. Igen, tehát egyrészt tarthatatlan, mert egyre több van. És olyan nincs, hogy valaki mindegyikre elő, biztos van, de szerintem Magyarországon azért ez annyira nem... módi, hogy van, ami már Magyarországra is bejött, a streaming platform, létező összesre előfizet az ember, mert az lenne 50 ezer forint egy hónapban körülbelül, vagy nem tudom. Nem, annyi nem, mondjuk 20. De annál biztos több 20-nál. Mindegy, nem is ez a lényeg. Igen. Hanem, hogy ez, tehát nem. Van egy, esetleg kettő, mondjuk, az úgy jó. Viszont kényelmes. Tehát moziba azért elég ritkán jár az ember, ez tény. Biztos van, aki annyira szeret mozizni, hogy minden héten elmegy, de még az sem olyan sok, mint amikor mondjuk otthon csak bekapcsolod a tévét, megnyomsz egy gombot, és már indítod, és folytatod a sorozatot, amit elkezdtél, mert ennyi. Tehát meg se kell mozdulni, és ezt nem lehet legyűrni. A több streamingre való előfizetésre kapcsolatban nem is a pénz, mert amúgy sokan megengedhetnék maguknak simán, hanem az idő. Tehát, hogy azt nem tudom elképzelni, de még jó. Voltak az egyetemista régi szép idők, amikor volt időd mindenre, de akkor sem mondanám azt, hogy 7-8 féle streaming szolgáltatást tudok nézni, kihasználni. Tehát, hogy ha mondjuk ezt a részét nézzük, akkor szerintem vagy optimálisan azt úgy lehetne csinálni, hogy kb. Mindenhol kipróbálom az ingyenes hónapot, és akkor mondjuk egy év alatt végigmegyek. Egy hónapig nézek Netflixet, és akkor csak Netflixet. Aztán egy kis HBO-t, aztán egy kis Disney Plus-t, aztán egy kis Apple TV-t, stb. És akkor egyszerre mindig egy vagy kettő előfizum lenne, és akkor azokat a tartalmakat bedarálom, és utána megyek át a másikra, mert na viszont azt én nem tudom elhinni tényleg, hogy valakinek annyi ideje lenne, hogy 7-8 szolgáltatót aktívan vigyen, mert ez a konkrétan feles, mint hogyha minden nap 8 ebédet rendelnél. Oké, de úgyse tudsz annyit megenni, úgyse tudsz annyit megnézni, szóval szerintem ez azért. Igen, a másik meg igen, hogy elmenni moziba versus otthoni kényelem. Kevésbé a nagy vászonra termett filmek, amiket simán otthon is meg tudsz nézni, nagyjából ugyanaz, de azért vannak ugye azok a filmek, amiknek kifejezetten ilyen látványfilmek, és dübörögjön nekem a kurva nagy hangfal, és a 20 méteres vászon akarom látni. Úgyhogy ilyen szempontból az élmény az kicsit más. Tény is való amúgy, hogy jó, hogy visszaestek, meg hát nyilván ebben a Covid is azért belejátszott, moziba járási számok, mert azért meg kezd azért felállni már az ipar. De mindenféleképpen egy olyan irányba megyünk, és ez nem saját gondolat, ezt másoktól hallottam, olvastam, hogy a jövőben lehet, hogy a mozzás az el fog menni egy ilyen esemény számba, egy ilyen nagyobb élmény, amit nem csak úgy, hogy bemegyünk egy filmre, és akkor hanem hogy
hogy valószínűleg drágábbak lesznek a jegyek, de hogy több szolgáltatás is esetleg hozzákapcsolnak, és akkor egy ilyen nagyobb ilyen élményszámba lesz, hogy na, a hétvégén a család elmegy moziba, és akkor az egy ilyen nagyobb kaliberű dolgot fog jelenteni, és... De mi, elkezdenek mozogni az ilyen több D-s mozik irányába, vagy? Nem szerintem, vagy hát biztos, hogy az... Azt szerintem ez csak egy ilyen kis... mellékzönge, egy ilyen kis aktuális... Már nem nagyon megy, csak azért. Hát szerintem az egy ilyen tévút, vagy nem is tévút, ilyen zsákutcaszerű dolog, az ilyen 4DX, meg ilyen, ilyen érdekes feature, meg gimmick, meg kipróbál egyszer, hú de jó, de ez olyan, mint a 3D, hogy nem. Ja. És ez tudom, hogy oké, mindig jaj, de azért 100 évvel ezelőtt, amikor megjelent a hang a filmekben, azt mondták, hogy jaj, de hát mindnek nem kell hang, a kép az elég. Aztán a hang az elterjedt, aztán a színnek, színes film, nem színes film, stb. De én ezt a 3D-nél, meg főleg a 4DX, meg nem tudom még mik vannak, ezt nem érzem, hogy ez ez el fog terjedni. Azért mondom, hogy nem tudom, hogy akarnak ebből egy ilyen nagyobb élményt varázsolni, mint amilyen most. Egy szempontból pozitívum amúgy, mindenféleképpen a streaming, meg a sorozatok, mert ugye ez nyilván akarva akaratlanul a filmek mellett a sorozatok is eléggé erősen jelen vannak, nyilván a streaming platformok erősödésével, meg saját tartalmakkal, hogy a közepes költségvetésű filmek, azok konkrétan kis túlzással, de így kikoptak a mozikból, már nem nagyon van. Vannak a nagy, AAA-s, hatalmas költségvetésű hollywoodi popcorn mozik, az óriások, és akkor mellette van egy-két kisebb horror, meg néha egy-két valami művészfilm, heti kétszer vetítik, becsusszan, de konkrétan az ilyen közepesebb költségvetésűek, azok eltűntek jó, nagyjából, és azok hova? Hát azok streamingen. Azok most szerintem élik életüket. Meg a másik, hogy a sorozatok, átalakult a sorozat formátum már az ilyenek, amikben egy közepes költségvetésű filmet meg tudsz csinálni, abban mondjuk most csinálsz egy, nem tudom, 6-8 részes mini sorozatot. Vagy egy 3 részes mini sorozatot, aminek minden része 2 óra. Ja, hát igen, ezekre egyébként ez is érdekes, hogy ilyenek is vannak már egyre gyakrabban. Nekem pont az tökre szimpatikus, pont beszéltük, hogy ugye mondjuk 20 évvel ezelőtt körülbelül, amikor volt ez a nagy amerikai sorozatos boom 2005-6, ilyesmi környékén, ugye Szökés, Lost, Heroes, ezek így elindultak, és ez mennyire jó már, vagy hát szerintem jobb, hogy nincsenek rétes tésztává az országos tévéadókon, hogy minden hétvégére essen egy rész, vagy mondjuk két hetente, hogyha elosztod. Tehát nem ilyen 20-24 részes évadokról beszélünk, hanem tényleg ez a 8-10-12 rész. Ja. Sőt, akár sokkal rövidebb is lehet, és sokkal kompaktabb, nincsenek benne üres járatok, meg fillerek, meg ilyenek. És ilyen szempontból a sorozatnézés az ilyen megint ilyen streaminggel megint egy ilyen újabb, hát nem tudom, reneszánszát így visszahozta ennek az időnek. Mert persze a darálás az új fogalmat nyelv. Ja, persze. A mesterséges intelligencia, avagy AI manapság eléggé felkapott. Artificiális intelligencia? Az van, mint te. Hát ugye... A filmkészítésben? Hát tehát a forgatókönyvírás, filmkészítésben, igen. Forgatókönyvírás, mondjuk. Színészválogatás. Halott színészek visszahozása, ugye a deepfake. És ezeknek igen. Az algoritmusoknak. A hang visszahozása. Hang, kép, szöveg. Ugye ezek elég aktuális dolgok, és hát már mostanában ugye ChatGPT-től kezdve. ChatGPT. Elég sok hát alkalmazás meg platform megjelent, ami ugye a mesterséges intelligenciát vagy valami ahhoz nagyon közeli dolgot vesz alapul, és hangot, sima állóképet, videót,
szöveget, tehát konkrétan bármit, és ezek között is átjárás is van, beadsz egy képet neki, és ő elmondja, hogy azon mi található. Szóval ilyen szempontból ez egy ilyen, hát, áttörés. Nyilván most ennek az elején vagyunk, az összes szakértő azt mondja, hogy nem lehet tudni, hogy ez most hova fut ki. Vannak becslések, vannak jóslások, de a hozzáértő szakértők is azt mondják, hogy ezért eléggé egy ilyen black box, fekete dob az egész. Aha. Bemegy valamilyen adat, aztán kijön valami, de egészen pontosan nem tudják, hogy a háttérben mi történik. Nem akarok ennyire általánosságba beszélni, hanem ugye tényleg a filmkészítésbe. Valaki biztos tudja, hogy mi történik. Hát ez az, hogy nem. Mert már mint, azt tudom, hogy 100%-osan nem, de nyilván vannak emberek, akiknek nagyobb rálátása van. De hogy ők is azt mondják, mindegy, hogy... Igen, tudom. Szóval az már bejött, az már egy ideje van, hogy olyan karaktereknek a hangjait csinálják meg mesterséges intelligenciával, akik színész már meghalt, szinkron színész, és ez egyébként olyan szinten jól működik, hogy nem tudod megmondani, hogy ez most egy gép, gép rakta össze, csinálta meg. Illetve az állóképeknél egyébként, nem tudom, tudod-e, vagy nézted-e, hogy azt hiszem talán, hogy az Adobe-nak az új, most nem akarok különséget mondani, vagy a Photoshop-ba, vagy a Lightroom-ba jön már az AI feature. Tehát, hogyha egy szelet képet így beraksz neki, te azt mondod, hogy vagy törzs ki automatikusan a képnek a jobb felső részét, hogy mi lehet a többi része a képnek, pillanat alatt olyat csinál, hogy így... Mi? Na és ugye innentől kezdve meg már igazából egy ugrás a mozgóképek. A zeneiparban ugye mondják, nem nagyon lehet ma újat kitalálni, tudod. Jönnek ilyen slágerek időnként, de hogyha Magyarországon megjelenik mondjuk egy ismert magyar zenekarnak egy száma, ami viszonylag jónak számít, akkor volt már olyan, egy két évre rá jöttem rá én, hogy ja, hogy ez amúgy egy 50 évvel ezelőtti zenének az alapjából készült, tehát hogy valahol mindennek vesznek egy alapot, és lehet, hogyha ez bejön, ez az AI-os téma, akkor meg olyannyira teljesen új dolgokat tudnak majd csinálni, amire már nem lehet azt mondani, hogy copy. Hát oké, és de akkor ugye magát adja a kérdés, hogy akkor az minek fog számítani, ez egy új dolognak, vagy mikortól mondjuk azt, hogy új, a szerzőjogi kérdések is utána hogy alakulnak. Hát azokat még most sem nagyon tisztázták. Hát ez az. Ilyen képgenerátor AI-oknál, hogyha te csináltatsz egy képet, akkor az egyik ilyen nagyobb képgenerátor AI-nak az infójánál, vagy az ilyen legal részénél van leírva a copyright-tal kapcsolatos és úgy kezdődik az egész, hogy well, it's complicated. Tehát így hát, ja. Jó. Igen. Ennek a hát az elején vagyunk, és mint általában a jogi, meg törvényhozási része azok mindig egy kicsit lemaradva. De hát ez persze nyilván majd változni fog. Forgatókönyv igen írásra, arra most aktuálisan, most is ugye Hollywoodban forgatókönyvírók ismét sztrájkolnak. Ismét, csak azért mondom, mert kb. 15 évvel ezelőtt volt legutolsó. 15 éve sztrájkolnak, és én még nem hallottam róla. Nem, 15 éve. Csak azért mondom, hogy tudjál róla. De 15 évvel ezelőtt volt legutoljára. Például olyan sorozatok is megszenvedték ezt, mint a Breaking Bad-nek az első évada is, ja, hat részes, és akkoriban sok sorozat azért sokkal rövidebb lett, sokan emlékeznek rá, na most megint ez van, sőt, most, ezt nem tudom már most hagyja ránálnak, de valami nagyon közel vannak, vagy voltak ahhoz, hogy a színészek szakszervezete is csatlakozzon, és akkor tényleg leáll minden. Aha. Forgatásügyileg, és hát nyilván oké, persze elsősorban a forgatókönyvírók is a pénz, meg a munkaidő a fő, de ott vannak a követelésekben, megjelennek, hogy a producerek ne lehessen az, hogy AI által ír forgatókönyvet visznek, ugye saját magukat nyilván így próbálják védeni, úgyhogy ja. És, nem lehet ezt szabályozni, hogy szabályozod? Hát de muszáj leszel valahogy. De ne, tehát hogy ha most, oké,
hogy sztrájkolnak ellene, de ha oda viszel egy forgatókönyvet valakihez, hogy ezt én írtam, amúgy nem, csinálni kéne, úgyse mondja meg, hogy nem te írtad. Hát de nyilván erre létre lehet hozni mesterséges intelligenciát, a tartalomfigyelésre, meg a Content ID rendszer ugye erre menne fel, vagy erre ezért létezne, hogy bármilyen zenét, bármilyen képet, vagy mozgóképet, hogy egyszer feltöltenek az internetre, az kapjon egyfajta digitális azonosítót, és az egy-az-egy műszeresen keresni, hogy mi volt, vagy ki az eredeti jogtulajdonos. Csak ugye alapból felmerül egy AI által generált terméknél, hogy ott ki lesz a programozó, vagy most programozók, vagy egy cég, aki, aki az AI. Jó, de van különbség a között, hogy hogy használják fel az AI-t mondjuk egy forgatókönyvnek a megírásához. Mert bedobhatod neki te azt, hogy mondjuk csak mondjuk két oldalnyi forgatókönyvet, hogyha legeneráltatsz vele, megmondod neki, hogy hát szerepeljen benne ez, meg ezzel kapcsolatos legyen a téma, meg ilyen hosszú, meg mit tudom én, és akkor kiböfögi neked a két oldalt. És az úgy egy az egybe, az, ha lesz rá egy rendszer, akkor az valószínűleg trackkelhető, mert azt kidobta a gép. Viszont te azt mondod neki, hogy nekem kell egy kétoldalas forgatókönyv, erről meg erről, meg így nézzen ki, ő kidob neked valamit, azt te felhasználod ötletként, mert amúgy kurvára nincs ötleted, hogy mit kéne leírni, csak neked megtetszik belőlem az, meg az a rész, azokat kiragadod, egy picit átdolgozod, és igazából ugyanott vagy, hogy túl sok effortot nem raktál bele. Hát, tehát helyetted végül is dolgozott a gép, de amit te leírsz, és oda viszel valakinek, hogy csináltam egy forgatókönyvet, arról már biztos, hogy az esélytelen. Figyelj, nyilván ezt ismerjük, és ez már most is van, ugye nyilván a plágium, azt ismerjük, és a plágiumkereső motorok eddig is léteztek, hogyha szakdolgozatot vagy bármilyen írást be akartál adni, akkor ezeken átfuttatják, és ezek nem úgy működnek, hogy igen vagy nem, hanem hogy százalékos alapon, mert azzal nyilván egy témavezető vagy akár más is tisztában van, hogy 100%-ig teljesen önálló, soha semmikor le nem írt, le nem dokumentált ötletek, gondolatok, ezek nagyon kevés, tehát hogyha csak nem a CERN hadron ütköztetőben most számoltok ki valamit, akkor nagy esély, ezt már szóval valaki valahol leírta. Aha. Úgyhogy ezek nyilván százalékosan, és akkor sokszor szakdogáknál ez van, hogy nem tudom, 20-30%-ig még oké, felette, már azt mondják, hogy ez már nem jó, írd át még egyszer. Szóval, ja. Lehet egyébként valami hasonló lesz. De igen. De ezek egyre fejlődnek, az egyértelmű, ezek a túlok, meg ezek az eszközök. Legutoljára egy hangalapú AI-jal kapcsolatban mondták azt, hogy te tippeld meg inkább azt, hogy mennyi nyersanyag kell mondjuk a te hangodból, input adatként, időben, hogy az onnantól kezdve teljes egészében le tudja a te hangodat generálni. Tehát mennyit kéne időbe beadni neki, mondjuk kb. Hát most sem vagyok benne biztos, hogy tudom-e, vagy hogy hallottam-e már, de nem akarok nagyon alacsonyat mondani. Hát csak tippelj. Nem tudom, mondjuk 5 másodperc. Hát ottan körüli. Azt mondok, hogy 3-4, 5 másodpercnyi anyag, és abból már minden szót, mindent le tud generálni, ez rohadt félelmetes. Tehát, hát az egyébként. Innentől kezdve, ha politikát nézel, tudod, bármi, valakinek olyan hangfelvétel, kikerült egy hangfelvétel, azt így, lehet, hogy tényleg kikerült, és lehet, hogy amúgy normális esetben ezzel meg lehetne buktatni az egész mindent, de azt mondja, hogy fake news. Az AI, ez nem én vagyok. Ezt így, oké. És ha tovább megyünk, akkor amúgy már a videóknál is, ha van valakiről egy videófelvétel, hogy ezt meg ezt csinálta, ez nem én vagyok, az AI. Igen. Ezek teljesen releváns most innentől kezdve. Figyelj, ez mindig is úgy van, meg eddig is úgy volt, hogy maga a technológia az se nem rossz, se nem jó. Csak van, attól függ, hogy mi mire használjuk, de hát ez nyilván nem naiv dolog lenne, vagy nagyon ideális lenne azt mondani, hogy csak a jóra, de
azt várom, hogy eljussunk mondjuk olyan szintig, valami, nem tudom, Netflix-szel összeépített AI, meg okos otthon, meg minden, szóval már egy teljes komplex. Hazamész, és akkor, most figyelj, Alexa, akárki, mindegy, hogy nézzék most egy filmet, Nicolas Cage-el, meg Don the Dragon Wilsonnal a 70-es évek stílusában, legyen skifi, és mindegy, és legyen csavar a végén, jó? És akkor abban a pillanatban, hogy kínáltam, elkezdi generálni a filmet. Amúgy. On the fly, és akkor nézi a reakciómat is, mert nyilván van szenzorozva kamerázva, és akkor hát, ha egy kicsit így nem tetszik, vagy kicsit úgy uncsizok, akkor már a következő jelenetet úgy fogja generálni, hogy ilyen koherens legyen a sztori, de mondjuk kicsit több akció, vagy viccesebb, vagy abban visszavesz, és akkor, ez és akkor így nézze a filmet, és akkor így van. Biztos, hogy lesz ilyen. Biztos. Tehát ami, szerintem, amit most el tudunk képzelni, hogy mit lehet kihozni ezekből a dolgokból, ez nem csak mi, hanem bárki, az biztos, hogy valaki így vagy úgy, de megcsinálja. Előbb vagy utóbb. Olyan ez, mint az időjárás jelentés. Hát ma vagy fog esni, vagy nem. ez egy tökéletes végszó szerintem. És hát mindannyian Isten kezébe vagyunk. Nagyon szépen köszönjük, hogyha végignéztétek, vagy végighallgattátok ezt a mai beszélgetést. Hát remélem, hogy azért nem voltunk annyira csapongóak, meg át tudtunk adni egy-két infót, meg legalább szép a háttér, ha mi nem is. Itt van egy folyó egyébként. De lehet behallatszódik, tehát folyamatosan ez egy vízesés hang lesz. Semmit nem lehetett hallani. Nem lehet hallani az át, ezt majd vágóasztalom majd eldől. Úgyhogy, köszi szépen, hogy itt voltatok. A következő adással egy hónap múlva fogunk jelentkezni, hogy miről azt még nem árulom el, mert nem tudom, hogy mi lesz a téma. Fogalmad is. De azt tudom, hogy visszatérünk a hagyományos hangalapú formátumhoz, úgyhogy ez megint csak egy egyszeri, különleges epizód volt. Úgyhogy, ha tetszett, amit hallottatok, akkor iratkozzatok fel Spotify-on és YouTube-on is, meg kövessetek be Facebookon, tényleg Profession néven. Twitter van? Van egy fiókom, de nem posztoltam. De merre van? Sziasztok!